Ez itt továbbra is a ma reggel az M1-en koronavírus körképünk következik. Először is nézzük a friss adatokat a világból. A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja 449.742.000-et. Világszerte több mint 6 millió 14.000-en hunytak el a vírus okozta szövődmények miatt. A beadott oltások száma pedig átlépte a 10 milliárd 621 milliót. És most lássuk mai helyszíneinket. Finnországba, Romániába, illetve Szlovéniába kapcsolunk. Majdnem mindegyik észak-európai ország kivezette mostanra a korlátozó intézkedéseket, kivéve Finnországot, ahol a járványügyi szakemberek óvatosságra intenek. Szerintük egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy a járvány teljesen megszűnt volna, mivel például a koronavírus miatt kórházban ápoltak száma az utóbbi időben nem csökkent, hanem stagnált. A további részleteket Cser Attila mondja a finn fővárosból. Attila, mire számítanak a szakemberek, illetve mik voltak a tapasztalataik az előző járvány hullámokban? Köszöntöm a nézőket. Én is maszkban vártam a bejelentkezésre, hiszen ahogy hallhattuk, Finnország még mindig előírja a beltereken a kötelező maszkviselést, legyen ez iskolai oktatás, vagy bevásárlóközpont. Egyedül talán az éttermeknek a korlátozó intézkedéseit törölték el teljesen március 1-től. Valóban igaz, hogy a kórházi ápoltak száma nem csökken, hanem stagnál, 800 és 840 között van az elmúlt két hétben, figyelmeztetett a járványügy, tehát a koronavírus egyáltalán nem tűnt el a hétköznapjainkból, bár igazán közel van a járvány vége. Többen arról beszéltek, hogy sokkal fontosabb most már, hogy az oltások hatására élni tudunk a járvánnyal. Az 5,8 milliós Finnországban jelen pillanatban minden második ember a statisztikák szerint felvette már a 2 védőoltást, tehát elég jól állnak a finnek, ennek ellenére óvatosak. Az, hogy itt a koronavírus járvánnyal élünk, ez egyébként azt is jelenti, hogy valamilyen szinten velünk lesz állandóan. Tehát a járványügy egyáltalán nem gondolja azt, hogy a járványnak vége van, és természetesen minél magasabb az oltottak száma, annál bizonyosabbak lehetünk, hogy akik megbetegednek, azok kevésbé jutnak például a kórházak intenzív osztályaira. Ha már az intenzív osztályokról beszélünk, jelen pillanatban 44 ember tápolnak az intenzív osztályon lélegeztetőgépen, és pont ez egy nagyon lényeges felfedezés a finn járványügy részéről, illetve a kórházak részéről, hogy még annak idején a koronavírus járvány kezdetén az észak-olaszországi felvételeket figyelték az intenzív osztályok dolgozói itt Finnországba, és rájöttek arra, hogy létfontosságú a kezelt betegek számára, hogy 12-16 óránként megfordítsák őket. Tehát hasról hátra, oldalra, ez egy komoly feladatot jelent a kórházi dolgozók számára, de a betegek túlélési aránya ebben az esetben sokkal jobb, mint hogy csak háton vagy hason fektetnék őket. Ez egy jelentős segítséget nyújtott a finn intenzív osztályokon. Köszönjük, és megyünk is tovább Romániába. A román kormány nem hosszabbította meg a 2 éve érvényben lévő veszélyhelyzetet, így mától minden járványügyi intézkedés megszűnik. Száva Enikőhöz kapcsolunk a részletekért. Enikő, mit jelent ez a gyakorlatban? Jó reggelt kívánok! Hát 2 év után most jött el az ideje annak, hogy korlátozások nélkül vegyünk egy mély levegőt. Minden járványügyi intézkedés korlátozás érvényét veszítette mától, bár a nyilvános terekben továbbra is ajánlják a védőmaszk viselését, ez már nem kötelező jellegű. Sem a boltokban, sem az éttermekben nem kérhetik már az oltási igazolványt, szabadon lehet közlekedni az országban, és a szórakozóhelyek sem zárnak be este 10 órakor. Tehát mától magunk szabhatjuk meg tulajdonképpen, hogy hogyan vigyázunk az egészségünkre. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a Romániában történő belépéskor nem kérik az oltási igazolványt, és nem kell kitölteni a digitális beutazási adatlapot sem. Bár a belügyminisztérium éppen ezekkel ellentétes információkat közölt, hát a tisztázást még várat magára.
Hozzáfűzöm, megnyit a nagykárói román-magyar vasúti határátkelő is. Akik két éven át voltak kénytelenek halasztani a több száz fősre tervezett lakodalmat, hát most elkezdhetik szervezni, bár az a tapasztalat, hogy a foglalásokkal nem sokat vártak a korlátozások feloldásáig, már alig lehet időpontot találni mondjuk a húsvét utáni hétvégékre. Hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a járvány még nem szűnt meg, tehát a személyes felelősség most fontosabb, mint valaha. A járvány kezelése átkerült az egészségügyi minisztérium hatáskörébe, és annak vezetői arra kérik a lakókat, hogy ha betegek, akkor ne menjenek közösségbe és forduljanak orvoshoz. Naponta 5000 körüli új koronavírusos esetet regisztrálnak, és országosan 100 körüli a COVID-19 fertőzéshez köthető elhalálozások száma még mindig, de az új fertőzöttek számának csökkenésével folyamatosan minden kórház visszatérhet a megszokott rendjéhez. A vészhelyzet idején lezárt vagy korlátozott forgalommal működő vasúti határátkelők és kis határátkelők is megnyitnak, tehát ezentúl más rend lép érvénybe itt Romániában. Köszönjük szépen, mai utolsó állomásunk pedig Szlovénia, ahol a kormány február közepétől folyamatosan újabb és újabb járványügyi korlátozásokat függeszt fel. Így hétfőn például megszűnt a maszkviselési kötelezettség a tanintézményekben. Magyar Lovrit Mirjanához kapcsolunk most Lendvára. Mirjana, mit szóltak a diákok a jó hírhez, illetve az enyhítések látszanak-e már a járványügyi adatokban, mutatókban? Szép jó reggelt kívánok! Hétfőn a gyerekek és a tanárok is Szlovénia szerte a megszokottnál nagyobb lelkesedéssel mentek iskolába. Ahogy mondtad, megszűnt a maszkviselési kötelezettség minden tanintézményben, nem csak az osztálytermekben, hanem a közös helyiségekben is. Ki is mentünk forgatni itt Muravidéken a Göntérházi kétnyelvű általános iskolába. Nagy az öröm úgy a tanulók, mint a tanárok oldalán. Maszkban ugyanis nem csak a gyerekeknek volt nehéz tanulni, odafigyelni az órákon, a maszkviselés a tanárok munkáját is megnehezítette, főleg az alacsonyabb tagozatokban. A sok-sok pozitív visszajelzésből az szűrhető le, hogy mindenki a leginkább annak örül, hogy végre láthatja barátja, tanára, tanítványa arcát. Amúgy nem ez volt az egyetlen enyhítés az elmúlt hónapban, amint mondtad, a kormány a kedvező járványhelyzet miatt már február közepén szinte mindenütt, tehát a szolgáltatások igénybevételénél és a munkavégzésnél is megszüntette a COVID igazolványok használatát, és eltörölte a tesztelési kötelezettséget is, nem csak a munkahelyeken, hanem a gyerekek számára az iskolában is. A járványügyi szakemberek már akkor azt mondták, hogy az enyhítések némileg lassíthatják a járványgörbe gyors esését, de nem állíthatják meg, és március végére ígérték az ötödik hullám kifulladását. Nos, ehhez képest meglepetés volt e héten a hétfői nap, amikor a közel 3200 napi új esettel enyhén ugyan, de ismételten elkezdett fölfele ívelni a járványgörbe. Hogy ez csak egy nap kilengése volt, vagy tartósan több lesz a napi új esetszám, az majd a következő napokban kiderült, itt mindenki nagyon azt reméli minden esetre, hogy tényleg hamarosan kifullad a járvány, hogy a helyzet, főleg a kórházakban a koronavírusos betegek csökkenésével és az intenzív ágyak szabaddá tételével normalizálódik. A koronavírus járványt ugyanis nem csak a koronavírusos betegek sínylették meg, hanem miatta nagyon-nagyon járulékos kár többek között a szlovén egészségügyben. Gondolok itt az elmaradt műtétekre, az emiatt súlyosbodó egészségügyi állapotokra, a sokkal kevesebb diagnosztizált daganatos betegségre, holott tudjuk, hogy betegből nincs kevesebb, csak éppen a járványügyi intézkedések miatt szinte lehetetlen volt a házi orvosokat elérni, hogy a szakvizsgálatokról a kórházakban ne is beszéljek, és itt nem utolsó sorban még az iskoláskorú gyerekek szűrő vizsgálatai is elmaradtak, és pontosan ez a járulékos kár kiküszöbölése miatt lenne a szakemberek szerint nagyon fontos, hogy továbbra is minél többen felvegyék a koronavírus elleni védőoltást, de amint tudjuk, az oltakozás Szlovéniában gyakorlatilag áll. Köszönjük szépen tudósítóinknak a legfrissebb információkat a járványhelyzetről, Cser Attilának Finnországból, Száva Enikőnek Romániából, illetve Magyar Lovrit Mirjanának Szlovéniából.